nekünk, ami kötelező, avagy az állami szerepvállalás az egészségügyben. Ezzel a címmel készül professzor dr. Szilák László előadásában. Saját hazájukban ők sem lehetnek proféták. Áttörést hozhat a rák és az AIDS gyógyításában is két magyar tudós kutatása, akik megtalálták azt a fehérje molekulát, amely bejuttatja a gyógyszert a beteg sejtbe. Megtalálták azt a molekulát, amellyel gyógyszert lehet a beteg sejtekbe juttatni. A kutatók eredménye elsöprő sikert aratott 2009-ben a Cardiffban rendezett nemzetközi tudományos konferencián. Oxfordi, cambridge-i tudósok közül egyedül őket jutalmazták külön díjjal. Ki másról lehetne szó, mint dr. Letoha Tamásról és dr. Szilák Lászlóról. Jelen eseményünkben dr. Szilák László előadását fogjuk meghallgatni. Kihangsúlyozom még egyszer, hogy jó-e nekünk, ami kötelező, avagy az állami szerepvállalás az egészségügyben. Tomaszowski László, professzor dr. Szilák Lászlót hallgatjuk. Üdvözlök mindenkit, nem tudom, hallanak? Nem. Akkor még a mikrofon nem jó. De van? Én nem tudom. Most jó? Most lehet hallani? Most már lehet hallani. Én is hallom, mert visszhangzik. Jó. Köszönöm a felvezetést. Az élet azért nem egészen ilyen, hogy fehér és fekete. És most kivételesen én nem akarok covidozni. Dr. Letoha majd azt hiszem hétfőn délelőtt lesz, és akkor... ő valószínűleg csak azt fogja mondani. Én egy kicsit messzebbről akarok indulni, és egy kicsit mást, és egy kicsit érdekesebben, habár nem biztos, hogy érdekes lesz, mert itt nem tudom hányan vannak közöttünk, akik állam- és jogtudósok, de most az alaptörvényt fogom nagyjából felolvasni, és ezt kicsit megnézzük, mert az a 2011 már régen volt, és szerintem sokan elfelejtették, hogy mi van az alaptörvényünkben. Hát amit a Fidesz hozott, és a Fidesz szeg meg. Tehát először is azt akartam megnézni, hogy mi az, hogy állam. Tehát az államnak a definíciója az nagyon bonyolult. Van egy ilyen, egy nagyon egyszerű mondat, azt mondja, hogy a földrajzi terület felett legfőbb hatalommal bíró politikai egyesülés. Rendben van, politikai egyesülés, tehát akkor politika nélkül nem lehet állam? A válasz biztos lehet. Itt pont ez a sátor azért küzd, hogy pártok nélküli világot hozzunk létre. Nyilvánvalóan a pártokkal együtt, ez a Juhász Zolinak a véleménye, aki nem tudom, hogy láttak-e már engem a YouTube-on, nagyon sokszor beszélgetünk a Nexus TV-be, és az ő véleménye az, hogy a pártokban a korrupció bele van kódolva, mert erről szól az egész. Van egy másik, tehát ha nem ezt választjuk, tehát nem mint politikai egyesülésnek fogjuk fel az államot, akkor fogjuk fel, mint a Szent Korona Tant, tehát Magyarország királyság volt, lehet az király nélkül is, akkor a Szent Korona Tant kéne előtérbe helyezni, és akkor ez megvan oldva. A második azt mondja, hogy az emberek meghatározott földterülön élő csoportjának közös kormányzattal, valamint belső és külső szuverenitása, ugye a Fidesznek ez a szlogénje, a szuverenitás, közössége. Így van, van még egy csomó minden más szociológiai megfogalmazás, hogy egytelenden élők egyet akarnak, stb. Miért volt ez szükséges, hogy megnézzük egyáltalán mi az állam? Már számomra mi volt szükséges? Azért volt szükséges, mert innen akarom levezetni, vagy megnézni, hogy mi az állam feladata. Mert bennünket az érdekel, mi az állam feladata, és mi az, ami már nem a feladata. Elsődleges feladata tehát a köznevelés, közegészségügy működtetése. Na most van a határvédelem, ez később lesz meg minden. Na most ez nekünk miért fontos? Ez azért fontos, mert mi, dolgozó magyar emberek, az adófizetői forintunkat arra adjuk oda az államnak, hogy működtesse a közegészségügyet és működtesse a köznevelést. Na most nézzünk körbe. Csak azt látjuk, hogy kórházban osztályok bezártak, kórházak bezártak. Várólisták nem csökkentek, várólisták nőttek. Tehát pont lehetett látni, Sánta vagyok,
de én más miatt nem akarok elmenni csípőprotézise, de van, aki mindenképpen akar menni. Több éves és több millió forintos kiadás. Na most ezt kiengedheti meg magának. És akkor miért mi végre gyűjtjük mi az adófizetői pénzünket? Miért adjuk oda az államnak, hogyha ő nem gondoskodik rólunk? De erről még lesz később is szó. Aztán még ilyen feladata van az államnak, hogy pénzügy társadalmi rend fenntartása, működőképesség fenntartása. Most nem tudom, mennyire működik ez a kormány, illetve maga az államunk, amikor nem tudjuk, hogy mekkora, és erről megint lesz későbbiekben szó, nem tudom melyik cikkely, hogy a nyilvános adatokhoz, a közérdekű adatokhoz való hozzáférésnek a blokkolása. Tehát nem tudhatjuk meg, hogy mennyit és honnan és milyen célra vettek föl kölcsönt. De a mi bőrünkre veszik föl. Nekünk kell visszafizetni, ők nem fizetik vissza. Aztán ez nagyon jó megy nekik. Törvények kialakítása és betartatása, illetve az ehhez szükséges államapparátus, hadsereg, rendőrség kialakítása és fenntartása. Most akkor nézzük meg az alaptörvényt, ami hát ugye mindenkire elsődlegesen ez lenne az érvényes, és ez a törvényeken felülálló törvény, tehát minden törvényt ezzel kell összevetni, és azt mondani, hogy ez egyezik, vagy nem egyezik az alaptörvénnyel. Tényleg nem mondok alkotmányt, mert ők sem mondják, hogy alkotmány, mert ez nem alkotmány. De azt hiszem a szomszéd sátorban a Bene Gábor az pontosan elmondja, hogy ez miért nem alkotmány. De mi is mondjuk azt, hogy alaptörvény, mert ezt mondja maga a passzus is. A legelső mondat az, vállaljuk, hogy népuralom csak ott van, ahol az állam szolgálja polgárait. Hát nem tudom, hogy kinek milyen tapasztalata van. Engem ez az állam nem igazán szokott szolgálni, büntetni szokott. Restrikciókat szokott hozni, de nem nagyon szolgál. Ügyeit méltányosan, visszaélés és részrehajlás nélkül intézi. Hát most itt vagyunk Ópusztaszeren, egy kicsit arrébb, ugye? Nem messze a BID, én már csak BID-nek hívom, helyet foglalt és teret foglalt magának, hát meg kell nézni az ott végbe ment kisajátításokat, és általában akár Múrahalmon környékén is, és mind az egész országban a kisajátításokat, hogy hogy mennek. Vannak, akiknek nagyon megéri a kisajátítás, de azért a többségnek abszolút nem éri meg a kisajátítás, és semmit nem kap érte a földjéért. Még az elvetett veteményét, tehát termékét, búzát, kukoricát sem téríti meg neki az állam. Azt mondja a következő mondat, senkinek a tevékenysége nem irányult a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására. És akkor úgy felhívom a figyelmet, hogy hát most hallottam, a Kéri László mondta, most már lehet, hogy 18 órája, azt hiszem a Magyar Hangon volt vele egy riport, de ha nem ott, akkor más, a YouTube-on felelhető, hogy már lassan 5 éve vészhelyzeti, rendeleti kormányzás van Magyarországon. Tehát ha most itt rendeleti, vészhelyzeti kormányzás van, akkor ez mégiscsak a hatalom erőszakos megszerzése, nem? Tehát nem szólhatunk semmit, mert ők deklarálták, hogy most pedig itt vészhelyzet van. És akkor vészhelyzet van. És olyan törvényeket hoznak, amiket csak akarnak. Na most a Tomaszewski doktornak az utolsó mondatát, abszolút, vagy mondatait alátámasztja, ugye ezt, hogy tilos emberen tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása nélkül orvosi vagy tudományos kísérletet végezni. Kérem szépen, a COVID vakcinák, azok ezek voltak. Most is ezek. Maradjunk ennyibe. Mert csak ideiglenes, forgalomba hozatali engedélyük van. Ők is azt mondták, hogy vészhelyzeti. De mire fel vészhelyzet? Hogyha, ha ténylegesen a magyar ANTS kölyál, most nem is tudom, hogy NNGK, Eszter, hol vagy? Mindegy. Tehát a kölyál utódja, most nem tudom tényleg már, hogy NNGK, mondjuk azt, hogy NNGK, meghatározza, hogy mit tekintünk Magyarországon járványnak. Ez le van bontva járás, megye és országos szinten. És a COVID nem érte el ezt. Visszatérve még a COVID áldozatokra,
nagyon sok Covid áldozat nem magától a vírustól, hanem a kezelések elmaradásától következett be. Tehát bezártak a kórházak, nem fogadták a betegeket, nem volt onkológiai ellátás, stb. Tehát ilyen helyzetben, akkor most, tehát persze, ráírhatjuk a számlájára, nyilván a Covid miatt volt, de miért kellett ezt nekünk elszenvedni? Miért nem lehetett úgy kezelni, mint bármilyen más fertőző betegséget? Egy influenzát például. Aztán majd a Leto doktor elmondja, hogy mit, miben rosszul kezeltek, és miért nem úgy kellett volna kezelni, ahogy tették. És innen jön megint az, hogy kell-e nekünk követni a WHO-t. A WHO instrukcióit. Ez egy jó kérdés. Mi abszolút lefeküdtünk a WHO-nak, a Váci után átadtak egy székházat nekik, és a Gebreyesus, akit a Bukovinszki Gergő csak Görbebajusznak hív, na ő ugye a Seattle-nak legjobb barátja. Mindig egymás nyakába borulnak, ha találkoznak az ENSZ környékén. Azt mondja, hogy ja, és még tovább. Itt lehet, hogy sokaknak ismerősen fog csengeni a név. Dr. Mihalik Angelika, egy azon bátor jogászok egyike, nem sok van, 3 vagy 4, aki felmer szólalni ezek ellen, a tulajdonképpen egészségügyi terror és intézkedései ellen. És ő megpróbálta, ja, kinyomozni, majd erre, ha lesz kérdés, később átlaszok, a bizonyos gyerekoltásoknak a hátterét. A válasz nincs. Nagyon soknak nincs háttere. Pont olyan, mint a Covid. Egyszer csak azt mondtuk, hogy legyen ez. Vizsgálat, hát jobb, mint az előző. És az előző milyen volt? Hát azt nem tudjuk, az meg jobb volt, mint az előző. És akkor, és azt kivizsgálta be? És akkor kiderül, hogy elvész az egész a semmibe, soha senki semmit nem vizsgál be, és itt volt már kérdés, hogy lehetne-e választ, mindent lehet, de jogilag nincs relevanciája, mert úgy van kialakítva a törvény, hogy az ide beérkező gyógyszereket, ebbe beleértem a vakcinákat is, Magyarország nem vizsgálhatja. Persze, valakinek van pénze, bevizsgáltathatja, megállapíthat belőle sok mindent, de ennek semmilyen relevanciája nincs a gyógyszer adására vagy nem adására. Tehát ha egyszer egy EU pecsét rajta van, akkor innen nekünk semmiféle lehetőségünk, mozgásterünk nincs, mert ha azt mondták, hogy az jó, akkor az jó. Ha hiába hullik tőle a nép, és meghal mindenki, megbetegszik, akkor is jó. Majd egyszer 10 év múlva kiderül, hogy de mégse volt jó. De hát azok már, akik már meghalt, annak mindegy. Ezt csak úgy megjegyzem, nekem tetszett, ez sem igaz. Van a 10. cikkely, ami azt mondja, hogy Magyarország biztosítja a tudományos kutatás és művészeti alkotás szabadságát. Hát ezt úgy biztosítja, hogy mivel a kutatás pénzigényes, csak arra adok pénzt, amit én akarok. Tehát szabadon kutathatod, amit lehet, amit én megengedtem. Más nem kutathatsz, és ugyanez volt igaz például a Covid-ra és a Covid kezelésére bevezetendő ivermektinre. Az ivermektin még itt mindig szitokszó. Most már Amerikában visszavontak mindent, kitöröltek mindent, a webről visszamenőleg letörölték, mert bebizonyították, hogy az ivermektin igenis hatékony volt az, mind a Covid, és hát sajnos a vakcina sérülteknek is. Akármilyen is, akárhogyan is. Nem érdekes a hatásmechanizmus. 5. cikke. Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez. Na, erről fogunk most sokat beszélni. Pontosan, amit a Tomaszowski doktor a legvégén mondott, tényleg a szinte legutolsó mondataiban, a kötelező vizsgálatokkal kapcsolatában. Valamint a közérdekű adatok megismeréséhez, terjesztéséhez. Na most ez úgy működik Magyarország, hogy ki kell perelni. Ha jó ügyvéd, sikeres, akkor a közadatokat
megtudhatja a köz is, de nyilván, ha több millió forintot nem fizetünk ki, nem pereljük ki, akkor mi saját jogon nem fogjuk megtudni az adatainkat. Nem fogjuk megtudni azt, hogy például majd később megint erről lesz szó, hogy az államunk és pártunk mire mennyi hitelt kitől vett föl. Nagyon fontos. 16. cikkely. Lehet, hogy ez egyébként csúszik. Hogyha valaki visszanézi, akkor lehet, hogy megnézi. Azért, mert már a legelső alaptörvényt már vagy ötször módosították. Tehát ezt most nyomon követni, hogy most és akkor lettek új cikkelyek. Nem, kivenni nem vettek, de átírták, meg pluszokat vettettek, és innen megcsúszik a számozás. Tehát lehet, hogy ez a 17. de én 16-nak mondom, mert ez a legelső verzió volt. Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez. Most maradjunk a megfelelő testi és szellemi fejlődésnél. Itt kibontakozóban van, ugye, most ez ugye értetlenül nézi a kormányunk, hogy de miért is? Hát pontosan a COVID-oltások miatt egy általános oltástagadás. És az nem normális, hogy szinte Európában egyedülálló módon a magyar gyerekek 44 vakcinát kapnak 18 éves korig. 44-szer szúrják meg őket. És már ez elkezdődik, nem tudom, talán 2 hónapos korban. Na, a BCG-t már, és miért adják? Miért adják a BCG-t akkor egynaposan? Nincs immunrendszere a gyermeknek. Mire feladják? Halnak bele, de ez majd mindjárt a legvégén még... Van, abszolút van, egyet is értek, ezt meg is beszéltük, de majd a végén még visszatérek a Angelikának egy-két munkájából, hogy hogyan értelmezi, támadja ezeket. Azt mondja, és ez megint olyan, hogy már elsikkadt. Ez akkor még lehetett vita, hogy 13-14 évvel ezelőtt, de most megint én most előveszem, és legalább nem tudom, ülünk itt százan, talán, ha százan, de lehet, hogy százan hallgatják, majd interneten még meghallgatja, még másik 1000 ember, és talán felmerül másban is ez a gondolat, hogy akkor hogy is van ez, hogy Magyarország arra törekszik, hogy minden állampolgárának szociális biztonságot nyújtson. Aztán felsorolja, hogy anyaság, betegség, rokonság, fogyatékosság, özvegység, árvaság, önhibáján kívül bekövetett munkanélküliség esetén minden magyar állampolgár törvénye meghatározott támogatásra jogosult. Na most ez 1989-ben, tehát akkor is hoztak egy alaptörvénymódosítást, az úgy hangzott, hogy a magyar köztársaság állampolgárnak joguk van a szociális biztonsághoz. Majd még egyszer, ez a kis megfogalmazásbeli különbség, hogy Magyarország arra törekszik, hogy minden állampolgár biztonságot nyújtson, stb. Ezt most nem olvasom fel még egyszer. Tehát 89-ben azt mondta, hogy jogunk van. Most azt mondja, hogy az ország arra törekszik. És mi van, ha nem sikerül a törekvése? Akkor nem kapunk nyugdíjat. Nem? Akkor nem kapunk betegellátást. Mert erről van szó. Egyébként sok megmondó ember már megfogalmazta, hogy szerintük egy tudatos egészségügy leépítés folyik az országban. Tehát ők pontosan tudják, hogy mire adják a pénzt, meg mire nem akarják adni a pénzt. A kórházbezárások azok nem véletlenek. És általában az, hogy nem általában, az összes kórház tartozik a beszállítóinak. El van hitele, tehát adóssága van. Hiteleket görget maga előtt. És már csak az volt a kérdés, hogy melyik az a szolgáltató, aki még hajlandó egyáltalán kötszert, legszükségesebb, legalapvetőbb gyógyszereket odaadni a kórházaknak hitelbe. És a válasz az, hogy nyilván a legnagyobbak, mert nekik még van pufferük. 2, egyszer valakitől úgyis bevasalják a pénzt. Jó. A
azt mondja, na ez egy csúcspontja a alaptörvényünknek, ez itt a 21. pont. Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez. Na most gondoljunk már az akkumulátorgyárakra. Itt már az a kormányunk és pártunkhoz közel ülő emberek is kritizálják. Mert itt nem azt mondják, csak mondom a tényeket, hogy szigorúbb környezetvédelmet kellene hozni, hanem a környezetvédelmi szabályokon kell enyhíteni, hogy megfeleljenek a gyárak a szennyezésnek. És mindenki, ez az én mániám, tudom. Ha sokat hallgatnak, akkor megtudják. Tehát, de most is elmondom. Mindenki el van foglalva az NMP1-jel. Igen, az egy nitrogéntartalma gyűrűs vegyület büdös. Tudjuk. Általában nitrogéntartalma vegyületek büdösek. Aki vegyész, tudja. És lehet magzatkárosító hatása. Na most azt, hogy és lehet, az vagy van, vagy nincs, vagy előjön, vagy nem jön. De a lítiumnak, tessék figyelni, a lítiumnak az a Földön a legkisebb fém. Úgy van, hogy hidrogén, hélium, lítium. Harmadik. Kiszűrhetetlen. És aki, Tomaszowski doktor majd megmondja, 1,5 milligramm az adható dózis bizonyos pszichiátri esetekben. Nyugtatónak adják, illetve sok minden másnak adják. És 1,8 milligramm már mérgező. Tehát nagyon szűk a határ. Gyakorlatilag nincs. Mondjuk azt, hogy mérgező. Tönkrevágja a vesét, az ereket, a szívet, szép lassan mindent. És ezt tudják. Tehát a lítium, és nem lehet, és az, hogy most 1 milligramm, az 1 milligramm, az semmi, az, és mennyit hoznak ide, tonna számra hozzák ide, hogy tárolják, lítiumsóban nyilván, leteszik oda az udvarra. Fújja a szél. Kiöntik a szennyvízbe. Hát én egyfolytában ezt kiabálom, hogy engem nem érdekel igazán az NMP, mert az NMP az csak büdös. Az jó, az nagyon, egyébként nekünk az nagyon jó. A gázt is azért büdösítik egy merkaptánnal, földgáz, hogyha érzed, hogy gázszag van. Nem, a gáznak nincs szaga. Az csak az a vegyület, amivel megbüdösítik a gázt. És vicces módon arra annyira érzékeny az emberi orr, hogy jobb, mint a műszer. De ami érezzük, hogy büdös, azt legalább tudjuk, hogy büdös, és benne van akkor az a vegyszer. De nyugodjunk meg, akkor benne van a lítium is. És a lítium öl. És a lítiumot nem szűrik ki a dunamenti parti szűrési kutakra. Úgy működik a rendszer, hogy Budapest úgy azt tiszta, hogy itt a 20-50 méterre sóderágy, lásnak itt a 50 méterre mélyre, és akkor ott kialakítanak egy kisebb medencét, és az a 20-50 méter legyen 100 méterre a Duna partjától, ami átszivárok víz, az kvázi megtisztul. Igen, ez működött. De már a gyógyszermaradékok is benne vannak. És azért vagyunk itt, hogy én ezt elmondjam, hogy volt egy professzor, nem is mondom a nevét, mert még a végén beperel, de egyébként nagyon sumák volt. Több mint 5 éve már adat volt az ő kezében, hogy Budapest lakossága visszaissza a gyógyszer maradványokat. És itt megint csak arra utalok, ő nem így fogalmazott a Tomaszowski doktor, hogy és akkor már ma már nem ritka egy férfi mellrákos. Hát azért még ritka. És az 1 a 100 arányt azt nem is hiszem el. De régen ilyen, mit tudom, 20 évente volt egy férfi mellrákos, és most már nem. Most már ahhoz képest meg tényleg gyakori, hogy megyénként van egy-kettő, és állandóan van egy-kettő. Miért? Azért, mert visszaisszuk a női hormonokat, a fogamzástablatából, meg mindenből. Tehát aki ilyen partszűrésű kutakból iszik, egész Budapest, sőt, gyakran majdnem mondhatjuk az egész Duna völgye, és még Pécs is, bizonyos szempontból, mert Pécsnek a vizét szintén a Dunából pótolják. Tehát mindent megkapna. És akkor azon lehet vitatkozni, hogy lebomlik, vagy nem bomlik le egy gyógyszergyári maradvány. Hát az nem bomlik le, sőt, lehet, hogy sokkal veszélyesebb anyaggá fogják a mikroorganizmusok transformálni.
tehát az egészségbiztosítás, van, lehet, hogy majd fel is olvasom, megtalálom, egy olyan, hogy jogunk van az egészséges környezethez. Hát ennyit az egészséges környezetről. Hol van itt egészséges környezet? Ahelyett, hogy fölállt volna már a professzor, és azt mondta, azt nem lehetne, akkor pánik lesz. Most itt megint sok szem közt vagyunk, nyugodtan mondhatom, én mondom, önök meghallgatják, engem visznek el. De a Balaton, pláne ilyen Balaton Sound, meg Siófoki, meg Zamárdi, meg nem tudom milyen fesztiválok után, nem lenne szabad belemenni fürdőzni se. Olyan veszélyes a vize. Hát ezt tudja a Tihanyi limnológia. Nem szabad mondani, mert akkor nem megy oda a fesztivál, nem lesz plusz bevétele Zamárdinak, Siófoknak és a Déli partnak, nem lesz pénze az önkormányzatnak, meg különben is. Maradjunk csendbe, azt, aki meghalt, meghalt, aki meg nem. Vagy kap egy, mit tudom én, akármilyen ilyen a rákot. Az úgy is lassan fejlődik ki, legfeljebb hamar megy el. Tehát felelőtlenség. És miért nem lehet megmondani? Miért nem lehet megmondani, hogy rendben van, most akkor olyan szintű a Balatonban a vize, hogy abból se halat, se fürdeni, se semmit nem lehetne. Nem mondják ki. Azt mondja, hogy... Ja, igen. Következő pont. Ez már van még ilyen záradék, hogy ABCD, EFG, stb. Ez az M cikkely, ami éppen itt M, de lehet L is már. Magyarország biztosítja a tisztességes gazdasági verseny feltételeit, fellép az erőfölényen való visszaélésekkel szemben. Most itt szinte deklarálták, hogy a kicsiket, volt itt egy ismerős, aki pont arról panaszkodott, hogy őt bezárták, mert őt tojást termelt. És bezárták, és bezárják. Hát minden Márton nap előtt én pontosan tudom, hogy melyik az a gazdaság, ahol a kacsalibát leállítatják, és azt mondják, hogy madárinfluenza van. Most nem tudom, biztosít. Na, abban biztos vagyok, hogy van itt egy-két ember, aki ilyen helyen, telepen dolgozik, vagy át. Nem lehet bemenni. Hát olyan előírások vannak, hogy szkafanderba vannak ilyen-olyan zuhanyszobák, külön két-három egységen keresztül lehet ebbe a szkafanderbe bemenni, az állatot etetni. Ha hogy megy oda a madárinfluenza vírus? Mert mi kimutattuk PCR-re. Hát most magam ellen beszélek, mert én vagyok az első, aki azt mondom, hogy a PCR erre is jó. Ha olyan működési feltételeket, olyan mérési feltételeket teremtek, hogy elhiszem azt az adatot. De az olyan érzékeny, hogy bármit, bármikor, bármiből ki lehet mutatni. Bocsássanak meg, tehát ez nem egészen így működik, de nálunk így működik, hogy rábőknek fertőzött. És akkor az azt jelenti, hogy pár ezer liba kacsa, 10 000 kacsa liba, 100 000 kacsa liba, pulyka, az szépen megy a darálóba. És akkor annyi volt. Hát biznisz, mert ezzel hoznak bizonyos bonafarm-szerű cégeket, nem mondtuk semmit, csak azt mondtuk szerű cégeket, versenyhelyzetbe. Tehát nagyon egyszerű, a kicsiket el kell taposni. De a mi célunk, akik itt ülnek, hogy a kicsiket hozzuk előnybe, a kicsiket hozzuk versenyhelyzetbe. A kistermelőket, a magántermelőket, az őstermelőket. Nekünk az a célunk, hogy bizonyítottan jó minőségű tojást, csirkét, kacsát, stb. Disznót fogjunk enni. Ne azt, hogy két hét alatt felfújnak egy csirkét. Hogy? Mivel? Ez nonsense. Hát azért legalább két-három hónap, inkább 3 hónap kéne az, hogy ez egy tisztességes csirke legyen. Szerintem. Igen, az annyi ideig tartott. Most is annyi ideig tartana, ha nem minden hormonnal tömnék őket. És az is ennek a víz a lényege. Tehát az egészséges élelemszerhez való hozzájutásunk sem biztosított, vagy nem egyszerűen biztosított. Na most továbbá azt mondja, hogy Magyarország visszalép az előfelelővel visszaléléssel szemben. Na most ez folytatom. Ez úgy valósul meg,
hogy a multikat több ezer milliárd forinttal támogatják, például BID, például akkumulátorgyárak, tehát több ezer milliárddal támogatjuk a akkumulátorgyárak idejövetelét, vagy a Mercedes-t, vagy a még mindig nem termelő hálóz Istennek BMW-t, de már BMW-nek háromszor kifizették az összes létező munkatársának a bérét, ami nincs, nem működik, de a magyar állam már megelőlegezte nekik, hát legalább háromszor. Na most, mi következik ebből? Az, hogy jön az EU, és megbüntet bennünket, Magyarországot, bennünket. Mi vagyunk az ország, ugye ezt tisztáztuk, hogy ki az állam, mi vagyunk az állam, ugye? És megbüntet bennünket az EU, tök mindegy, most mennyire büntetett meg, mert meg fog büntetni a következő alkalommal is, és nem is mondják meg minden büntetést. Azért, mert azt mondja, tiltott támogatást adtunk a multiknak, a BID-nek. Például az akkumulátorgyárnak, a CATL-nek, a Kettle-nek. Teljesen mindegy. És akkor mi van? Mi pénzünkből támogatja a multikat, a mi pénzünkből fizeti ki a büntetést. Tehát mi mindentnek a sor végén vagyunk. Mi vagyunk az, hogy adjál már apuka még 5 forint, most csak 10 forint kell, most ukrán háború van, most akkor adjál még 100-ast. És ezt fizetjük ki a benzinben is. Nem volt, nincs fenn, meg lehet nézni, hogy mennyibe kell egy hordó benzin, vagy kőolaj. Nem vészes. És annyi van még, hál' az Istennek, nem szállt el az euró. Persze, rosszabb. Régen volt 300-350 forint. Most meg már inkább 400-ról beszélünk. De ez nem indokolja azt, hogy duplájára ment gyakorlatilag a benzinár. Tehát az megint miért van? Azért, mert fizetjük a ukránoknak is, akik elzárják ugye az olajcsapokat. Mi megfizessük még drágábban az esetlegesen Horvátország, Ausztrián keresztül bejövő extra kőolajat, mert hogy már nem szállítanak direkt be az oroszok. Na most, tulajdonképpen ennyi volt a alaptörvény, azt hiszem, hogy úgy nagyjából szembe jött a valóság. Tehát nyugdíj, közegészségügy adható. Már nem jogunk van hozzá. Ha törekszik arra, én is törekszem, én is sok mindenre törekszem, de nem biztos, hogy be tudom tartani. Most nézzük meg azt, hogy mert itt fölmerült, hogy akkor ki van velünk? Ugye az egészségügyel kapcsolatban, hogy egy kicsit visszamenjünk az egészségügyre, és hol vannak az orvosok? És volt egyszer, már annak lassan 5 éve, 6, Ásotthalmon egy ugyanilyen rendezvény, és akkor ott fellépett az Angelika, én, Uhrik doktor, Pozs doktor, a pódiumon, és akkor kisebb összetűzés tört ki a orvos doktorok között, meg köztem, mert én nem is mondtam egyébként, hogy minek minősítem az orvosokat, hanem csak mondták, hogy hát az, hogy én miért vagyok én lesújtó véleményen az orvosokról. És akkor mondtam, hogy hát én nem mindenkiről vagyok lesújtó véleménnyel, csak arról vagyok lesújtó véleménnyel, akivel lesújtó véleménnyel kell, hogy legyek. És aztán tisztáztuk, hogy a régi orvosdinasztiák még az úgynevezett hippokratészi eskürre esküdtek föl, aminek a központja a beteg volt. Valami ilyesmit mond, hogy tudásomhoz mérten fogom megszabni a betegek életmódját az ő javukra, és mindent elhárítok, ami ártana nekik. Senkinek nem adok halálos mérget, akkor sem, ha kéri, és erre vonatkozólag még tanácsot sem adok. Hasonlóképpen nem segítek hozzá egyetlen egy asszony sem magzatai haltásához. Ez volt a hippokratészi eskü. Most nem menjünk be az utolsó pontban, mert ez egy társadalmi vita, ezt most nem gondolnám, hogy én vitassam meg. Na de mit mond a, először is van egy úgynevezett nemzetközi javaslat az orvosi eskülre. Pontokat mondom. Bele kell fogalmazni az orvosi hivatáshoz méltó magatartást, az orvosi titoktartást, az ismeretek folyamatos bővítését, betegek közötti megkülönböztetés tilalmát,
és az egyetem hírnevének öregbítését. Hol van a beteg? Ez volt a nemzetközi ajánlat. Na most nézzük meg, mit mond a SOTE, Semmelweis Egyetem. Csak azért mondom, hogy most már csak az a neve, hogy Semmelweis Egyetem, régen Semmelweis Orvostudományi Egyetem volt. Aztán tudásomat, gyakorlati ismeretemet állandó képzéssel magas szinten tartom. Hát itt van egy nagyon jó segítőtársam, Szentei Eszter, aki pontosan tudja azt, és visszatérve a kutatás szabadságára is, hogy a COVID diktatúra alatt, mert diktatúra volt, nem lehetett érdemben semmilyen olyan cikket közölni, ami az ő, ahogy a Bogár László fogalmaz, a nem látható háttérhatalom érdekei ellen szólt volna. Voltak cikkek, de azokat egy héten, egy hónapon belül visszavonatták, de a legtöbbet meg se engedték jelenni. Na most, most már az igazsághoz is hozzá lehet jutni, nem csak az ő általuk gondolt igazsághoz, hanem a valódi tudománytartalomhoz is. És erre mit mond egy mostani orvos? Egy, nem olvas el, kettő, mit érdekli őt ez? Ő nem tudós. Ők ezt mondják, hogy adja be a vakcinát, beadja a vakcinát. És akkor vihetjük mi a cikket lobogtatva, de figyelj már, hát egy méreg, hát ott van benne, az is méreg, az is méreg, az is méreg, az is... Azt mondták, hogy adjam be. Ha nem adom be, felfüggesztenek, megbüntetnek, kizárnak az orvosi kamarával, elveszik a működés, engedem, stb. Stb. Akkor most az orvos velünk van? Értünk van? Nem. Ő csak a saját orvos esküjének megfelelően tevékenykedik. A Pécsi Tudományi Egyetem az egyik szinte, aki egy fél mondat szól a betegekről, azt mondja, hogy embertársaimat egészségük megtartásában segítem, tudásommal, tapasztalatomnak megfelelő módszereket alkalmazok, az életveszélyességét segítséget nyújtok. A Szegedi Orvostudományi Egyetem, ő csak a Szegeden felesküdöttek, csak arra törekszenek, hogy megőrizzék az orvosi hivatás tisztaságát, tekintélyét, az egyetem hírnevét öregbítsék, a kollégáik felé a tiszteletet megadják, a professzorok által tiszteletet ugyancsak megadják. Tehát hol van a beteg? Nincs beteg. Tehát az mai orvosi esküben hiányzik a beteg. És akkor a gyerekoltásokról, illetve hát minden más oltásról is. Törvény szerint, ha a védőoltásra kötelezett személy a védőoltás adásával összességében súlyos betegségkárosodást szenved, megrokkan vagy meghal, őt, illetve általa eltartott hozzátartozóját az állam kártalanítja. Akkor itt voltak, akik azt mondták, hogy itt a egy-két napos babának már beadják a BCG-t. És ha az meghal, akkor ki az a hozzátartozója, ki az, akit ő eltart? Majd annak majd adunk kártérítést. Tehát akkora sunyiság van ebben a törvényben, hogy gyakorlatilag semmi. Ez csak úgy leírták, és az elsőre olyan jó hangzik. A válasz, senki nem felelős semmiért, és ha a szerencsétlen gyerek baba meghalt, így járt. Majd az ő eltartottjának, aki nyilvánvalóan nincs, annak majd fizet az állam. De hát nincs, de nem fog fizetni. De pont ez benne az egészben a fonákság, hogy gyakorlatilag kibújik az állam a felelősségvállalásban. Ugyanakkor, itt pontosan tudják, és sokan azért jöttek el meghallgatni, mit fogok mondani, pontosan tudják azt, hogy amennyiben a szülő ellenáll a kötelező gyerekoltások beadatásának, akkor jön a gyámügy. Ha, és ki a gyámügy? Nem az a lényeg, hogy az állam. Hát ott volt a gyermekpornográfia, megkereskedelem. Az mind a gyámügy. Hát ők csinálják. Hát a Angelika már azt írja, hogy és akkor majd az elvett gyerekekből csinálnak
ezt meg azt, és viszik ki, és adják el őket? Tehát a gyámügynek arról lenne kötelessége gondoskodni, akinek ténylegesen kellene, nem az, hogy még plusz terhet magára vállalva elviszi tőlünk a gyerekeket, azért, mert én nem vagyok hajlandó, és akkor dúl a szamárköhögés. És jó, dúl a szamárköhögés. És akkor azt írja az újság, hogy hát Magyarország jól áll, 92%-ban átoltott. Viszont 92%-ban? Pont most beszéltük meg, hogy vagy elveszik a gyereket és beadatják neki, vagy ha belehal, akkor is beadják neki. Tehát akkor 100%-ig át van oltva mindenki. És mégis terjed Dunántúlon a szamárkőgés. Akkor mi végre adták be? Voltad el a Pertussis, hogyha valakit érdekel. Ez egy baktérium. Egy legolcsóbb, legegyszerűbb antibiotikum, a szumetolim. Megfogja, kiírtja, nem engedi nőni. 300 forintig kap az ember, gyakorlatilag vitte a 300 szemet. Lehet, hogy csak 150, teljesen mindegy. Nem is tekintik már sok orvos antibiotikumnak. Tehát akkor most miről beszéltek? Azért én leoltok egy gyereket, mi van az oltásban? Itt is kérdezték, mert volt már olyan, hogy megnéztük, hogy mi van az oltásokban. Hát el kell mondanom, hogy azért a gyerekoltások messze tisztábbak, mint a Covid vakcák, bármelyik Covid vakcina. A Covid vakcák tele voltak fémforgáccsal, hulladéka, szeméttel, mindenféle olyan megmagyarázhatatlan képződményekkel, amiket, mivel megmagyarázhatatlan, nem tudunk beazonosítani sem. És itt lehet vitatkozni, hogy most van-e benne grafénoxid, nincs benne grafénoxid, de én nem tudom megnézni, van-e benne grafénoxid. Azt meg tudtuk nézni, hogy melyik gyerekoltásban van higany. És kitétel, nem lett benne higany és származéka. És tudják, hogy ki mérte ki? Az ANTS, vagy NNGK. Mindegy, mert aminek mondjuk ugye a mai nevén. Ugye? Ő velük mérettem ki. Csak annyit írtam rá, hogy gyógyszergyári hulladék. És ki mérték? És megmondták, hogy mennyi a higany tartalma. De ha úgy adom le, hogy ez egy vakcina, felmutatlan vakcina, akkor nem méri meg. Én így adtam le, hogy nekem van rá jogosítványom, felkérés van, akkor nézzék már meg, megnézték, van benne. És ők aláírták, hogy nincs benne. Na most pont ezt kivonták most a forgalomból, tehát van már helyette másik. Tehát itt ez a vicces, hogy mindig van helyette másik, és kérdem én, most itt szülők ülnek, vagy szemében vannak szülők, vagy leendő szülők. Ki az, aki eleve úgy indítja a gyerekét, hogy te egy kábítós, közös tűhasználatos, stb. A hepatitis B az véren keresztül terjed. Ez nem lehet megkapni, hogy leköptek az utcán, mint a Covid-dal, mert az más. Tehát most ez ellen miért rossz? Én nem gondolnám azt, hogy rossz társaságba keveredik, nem gondolom azt, hogy most ilyen-olyan-amolyan lesz, és ha meg olyan-ilyen-amolyan lesz, akkor még mindig beadhatja magának. Ha ő úgy gondolja. 18 év fölött. Na mindegy. Azt mondja, hogy ez volt a angelikáiknak a támadási pontja, hogy milyen ez a törvény, tehát hogy csak stb., hogy a szerencsétlen gyerek, aki meghalt, na majd annak a hozzátartott, mert az eltartottját fogják kártalanítani, de a testvérei családját nem. Aztán. Na most még egy a gyerekoltásokhoz. Az autizmus, az most már hihetetlen mértékben terjed. Tehát ma már bemegy az ember egy akármilyen általános iskolai, középiskolai osztályba, mit talál? This, dyslexia, dysgrafia, this, ADHD, autista, ilyen van 100 fokozat, és mi erre a megoldás? Zseniális. Az autizmus nem betegség, viselkedés zavar. Tehát most már az autizmus nem számít betegségnek. Igaz, hogy van olyan, ami egyszerűen megközelíthetetlen, mert néha ezek a betegek dühöramot kapnak. És akkor tényleg, mint a megvadult ló, ütnek, vágnak, harapnak, mindent csinálnak, ami a kezükbe esik, és nem lehet lecsillapítani őket. Nyilván kellene és lehetne specialistán képzett pedagógus melléjük. Na igen, és akkor volt róla szó, hogy és akkor a svédeknél, a finne ott van. Nálunk nincs.
Nálunk van gyógypedagógus képzés, és hogyha van a gyerek, akkor és a szerencsém van a szülőnek, és ha oda kerül, akkor esetleg oda járhat. De ezt meg a szülő nem akarja, mert ott meg nincs oktatás. Na, tehát nem egyszerű a kérdés. És mit akarok még mondani? Ugyancsak a Tomaszowski doktor fölvázolta a kötelező diagnosztikai teszteket. Na most, miért kezdtem én az egészet az állammal? Mert az állam, az mi vagyunk, vagy kéne, hogy legyünk. Mi, itt ülünk. Meg mindenki, aki nem ülött, ő is az állam része. Na most, ezt most csúnyán mondom, de az egészségügyi adatok, az sok pénz. Az nagyon-nagyon sok pénz, ezért a sok minden szempontból. Tehát, hogyha egy országot le tudnak tesztelni bármilyen szempontból, és azt eladják ezt az adatot a multiknak, akkor ezek egyrészt kifejleszthetnek gyógyszert, de kifejleszthetnek biológiai fegyvert, specifikusan biológiai fegyvert az itt élő populáció ellen, és kétségünk ne legyen. Itt lehet, hogy sok mindenki tudja, lehet, hogy nem tudja, de van, nem csak a Karikó Katalin kapott Nobel-díjat, hanem Krausz Ferenc is. És a Krausz Ferenchez, hát most csúnyán fogalmazok most, hozzávágták, ezt valaki megegyezte, hogy Magyarország egy teljes évnyi innovációs pénzét, pályázati pénzösszegét. Most ezért a Krausz Ferenc mit vállalt? Azt vállalta, hogy ki fog építeni itt Szegeden az ELI-be, ELI Alps, ugye, a lézerkutató központot lefordítom, a lézerkutatóban egy olyan tulajdonképpen már létező eljárást, amivel ő majd a mindenféle mintákból, például vér, sejt, DNS, stb. Kap mindenféle adatokat. Csak ő ezt mind nagyon gyorsan és nagyon precízen fogja tenni, mert ő lézerfényen fogja gerjeszteni, 610-től nem tudom, 780 nanométerig, teljesen mindegy, mennyi, vagy 800 nanométer, nem lényeges. Ezeket a molekulákat, ezt úgy hívják, hogy infravörös spektroszkópia, de ha a vizes közegben megy, akkor ezt Raman spektroszkópiának mondják, mert az egy, mindegy, nem érdekes, ez egy matematikai eljárás. A lényeg az, hogy a víz ne zavarjon be. Na most ő erre kapott mondjuk 90 milliárd forintot. Jött a kérdés, egy szakértő az, aki mondta, hogy hát erre kapta a pénzt, hogy ezt csinálja meg. És nem is mondja azt, hogy bármit is megmond, azt mondja, hogy csak új lenyomatokat akar keresni. Most a szerződésben, amit mi nem tudunk, mert hogy közérdek, nyilván a közérdeket mi nem tudjuk meg, az van, hogy legalább 8000 ember adatát ő majd leméri, és hát lesz egy adatbank, ahova ő leteszi. És jött a kérdés, hogy egy olyan emberhez, nem a Krauszhoz. A Krausz az lehet, hogy csak egy eszköz. Jött egy kérdés, hogy egy felügyeleti bizottsági taghoz, hogy hát mondd már meg, hogy már eladtátok az adatot, vagy ha meg lesz, utána adjátok el. Megtudtuk, hogy zöld a fű, kék az ég, fúj a szél, és ezt elmondta kétszer. De azt nem mondta meg, hogy már eladták, vagy el fogják adni az adatokat. De ő tudta. Én szerintem már eladták. Csak egy példát mondok, hogy egész Izland génállományát, mert volt a 2008-as bankcsőd, ezt mindenki lehet, hogy tudja. Most ez a hitelválság, Izland is kicsit úgy működött, mint Ciprus, meg a Kajmán-szigetek, meg a Seszel-szigetek, meg a többi. Ilyen pénzmosoda volt. Csak a bankokból élt. Vagy mint Luxemburg. Meg Luxemburg sem él másból, de nagyon jól él. És akkor jött a bankválság, és Izland abszolút csődbe ment. Egész ország. Az egész sziget.
és nem volt más kiütjük, eladták nem tudom melyik Big Pharmának a teljes génállományát a lakosságnak. Levették a vért, megszekvenálták, és adták. És ezzel ők lenullázták a hitelt. Tehát ennyit ér a mi adatunk, és amikor mi elmegyünk, és vért adunk, és most itt mindenkit lebeszélnék, hogy nem tudom, hogy van-e egyáltalán, de ha lenne, akkor is lebeszélném, hogy senki ne szekvenáltassa meg a DNS-ét. Sen, sok százezer forintért, pláne nem több millió forintért. Ez egy nagyon jó biznisz. Én fizetek, hogy megszekvenálják a DNS-emet. Az, aki megszekvenálja, nyugodjanak meg. Így. Bang! Már kint van Amerikában, a megfelelő helyen a DNS, a megfelelő adatbankban, és ők még egyszer fizetnek annak a cégnek, aki elküldte. Na most én ezzel dolgozom. A DNS több milliárd betű. Annyira sok milliárd betű, hogy a Windows rendszer nem képes kezelni. De csak ugye elmondom, mert én belefutottam ebbe. Tehát egy külön Linux rendszer van, külön stb. És utána mit tud meg belőle a paciens? Ha én, a tudós, semmit. Nem tudom kezelni. Akkora adatmennyiség, egyetlen egy emberről beszélünk. Én nem tudom megmondani. Meg tudom mondani, hogy van egy-egy adott gén, van-e benne mutáció, és ez a mutáció mit jelent nekünk? Mi az, hogy mutáns? Nézzenek körbe, mindenki mutáns. Ha nem lennének mutánsok, mindenki tök egyformán néz neki. Lenne lány, meg lenne fiú. Ennyi. Jó. De nem fogok elmenni tékvandózni se. Nem tudom felemelni a lábam. Na, tehát igen, igen. De ennek ellenére a genetika azt is megmondja, hogy fiú vagy lány. Megmondta ezt a boxoló nevébe is, hogy az fiú volt, de azt mondták, hogy hát honnan nézzük meg, lehet, hogy lány is lehetett volna. Hát lehetett volna, persze lehetett volna. De egyesek szerint ő eredendően is fiúnak született. És nem van ilyen, hogy XXY-os kromoszoma, de ő neki XY-ja volt. Tehát nem volt benne két X. De nem ebben menjünk bele, csak abba, hogy tehát a kötelező tesztelés, végbél tükrözés, meg minden invazió. Már nincs egyébként, a tomoszkopikusokra lehet nem tudja, már eltették, nincs, azt már nincs. Most szívérrendszer lesz, és azon gondolkodnak, hogy az legyenek kötelező. És az mennyivel édesebben hangzik, mint az, hogy az ember is akkor altatásban majd megtükrözik, és nem mondanak meg belőle semmit. Kettő. Most megint menjünk vissza az egészségügyhöz, az ő is elmondta, én sem mondom, itt mindenki elmondhatja, meg elmegy az első klinikára, és megtapasztalja, hogy mennyire sehogy nem állnak, nincs ember, nincs ágy, és akkor most, ha még diagnosztizálnak is bárkit, akkor ki fogja ellátni? Hát zárnak be az osztályok. Nincs onkológia, Szegeden van onkológia egyedül ebben a megyében. Igen, ezt mondja mindenki, hogy mert a magánklinikákra rányom, meg nem fogják rányomni a magánklinikák, akkor elmondom, hogy a legtöbb magánklinika úgy működik, hogy így van. Tehát van az orvos, aki itt is van, meg ott is van, és én fizetek neki a magánrendelésén, hogy soron kívül vigyen be a kórházba, ahol majd megcsinálja a műtétet. Tehát ez így van, tehát és nem mindent operálnak. Nem mindent kezelnek, csak dolgokat kezelnek. Nem, az csak morzsa. A Lacival ott nem értettem egyet. Jó, ezt kinyomozta, hogy most innen is jön pénz, onnan is jön pénz. Igen, nagyszerű dolog volt, így van. De az nem, az csak egy morzsája, hogy most annál sokkal több mindenkit tudok, aki ebből részesülhetne, de a helyzet az, hogy tényleg nem tudunk meg belőle semmit. Kettő, például ott van a mammográfia. Most a mammográfiát simán ki lehetne váltani ultrahanggal. Nem fájdalmas, és még jobb is. Válasz, azt nem fogadjuk el? Azt nem fogadják el. Tehát a kötelező mammográfia, az kötelező mammográfia. Miért? Mert kivezettük
a mi körünkből a kötelező tüdőszűrést. És most már nincs meg az az évi terhelés az oxidatív sugárzásból, amit volt. Mert egy évre nem mindenki ment a tüdőszűrésre. Viszont szerencsétlen nőket most akkor gyilkolják ugyanúgy a röntgennel. És mondom, semmivel nem jutna előrébb. Mert egyébként nem is vett minden tumor árnyékot, most akkor ezt menjünk a szakmába, de olyan vett árnyékot, ami kálcium vagy nehézfémtartom, stb. Tehát nem minden tumornak van röntgen képe. Csak bizonyosnak. De az ultrahanggal szerencsés esetben egy jó ultrahangos viszont mindent láthat. Igen. Tehát a vastagbél mi? Most kiderítik, hogy akkor polipom van. És akkor mi van? Hát amíg nem zavar, úgy sem fogok csinálni vele semmit. Meg hova megyek? Hát tényleg az volt, hogy Tomaszovszki doktor kérdezett, most hova megy? Ha már most is éves várakozás van némely osztályra való bejutásnál. Nem is tudom, hogy gasztroenterológia hol van. Hát mondjuk Szegeden van. Talán két ember, három. Nem tudom, meg kell nézni. Ezt senki nem érti. A cél valószínűleg az, hogy bármilyen adatot szednek, azt eladják. Eladják. Eladják a most mondjak neveket, hogy Novartis, Abbott Laboratories, stb. Pfizer, Moderna nem. Moderna az nem nagy gyógyszergyár. Moderna az csak a Covid-ba utazik. Servi, stb. Bárki, aki ezért fizet. És fizetnek. Nem, tulajdonképpen végeztem, már kérdések vannak. Kísérlet. Így van. Kérdés? Hát ezt megbeszéltük most, hogy talán ha az ember vigyáz magára, és hölgy, akkor ne a mammográfiára menjen el, vagy ne a röntgenesre, hanem menjen el a ultrahangosra. Tehát ez mindenképpen egy előny, és ez nem biztos, hogy az rossz. De most az egy másik előadás lenne, hogy most mit tudunk meg abból, hogy ott van egy tumor. Tehát semmi. Mert azt tovább kell analizálni, ahhoz meg kellene nekem megint patológiai osztály, ami aztán végképp nincs. Ki veszi le a biopsziát, és nagyon sokszor abban a pillanatban, az orvos saját jó szándékával öli meg a beteget. Mert átszúrta azt a burkot, amíg addig jó volt, jó indulatú volt, átszúrta, kiszabadult, jó megállapítja, jó indulatú, és két hónap múlva mindenhol áttét. De ez most ez megint egy etikai kérdés, de most nem tudom mit mondani. Csak azt tudom mondani, hogy hát most ilyen pillanatban ez most lekerült a polon, nem kötelező. Tehát ennek örüljünk. Tehát most ezt megmondták, hogy nem lesz kötelező. Igen? 1-2. Pillanat, mikrofonba. Igen, csak a felvételben a közben. Hallottam, de a felvételben nem hallottam. Azt szeretném megkérdezni a doktor úrtól, hogy mit szól ahhoz, mi a véleménye, hogy a kórházigazgatókat most nem olyan régen laktanyába vitték valami kiképzésre. Erről nem hallottam, de a következő van. Nagyon jó kérdés. De itt pont beszélgettünk valakivel, és mondtam neki, hogy biztos azért ilyen lelkes és szereti az igazságot, vagy a törvényes utat, mert nem tudja, hogy Magyarországon mindenre van törvény. Aki itt vállalkozza, az pontosan tudja, hogy van egy törvény, és azzal szemben van egy másik törvény. És most melyiket tartsam be? Ha ezt nem tartom be, azért büntetnek, ha azt nem tartom be, ezért büntetnek. Az orvosi igazgatók, a kórházigazgatók pontosan ebbe a cipőbe vannak. Tehát ezt pontosan tudja az államunk és pártunk, és ez az, amire mondtam azt, hogy sunyiság, ezt vállalom, hogy nem lehet a jelenlegi szabályzókkal egy kórházat gazdaságosan működtetni. Csak úgy, ha lopcsal hazudik, tehát beír olyan betegek, akik nem betegek, nem voltak ott, de ráírja a kezelést, és azt a kezelést írja rá az ott lévő betegekre is, amely ők egy pontszámmal
számolnak el, és akkor annak megvan a pontszám minden egyes betegségnek, és akkor azt írja le, ami nincs, de ezt úgyse fogja ellenőrizni, de ha fogják ellenőrizni, akkor lebukik. Tehát gyakorlatilag még egyszer, bármelyik kórházigazgatót így, most csettintettem egyet, le lehet csukni. Mert tudják, hogy olyan nincs, hogy nyereséges kórház. És csak meg kell piszkálni egy kicsit, és abban a pillanatban kiderül, hogy ő hol csalt, mivel csalt. Ennyi. Tehát az, hogy most elvitték őket, és kiképzik őket, hogy mit mondjanak, hogy mondjanak, ne nyilatkozzanak. Igen, orvos például már így nem nyilatkozhat, ha csak nem teljesen magánpraxisban van. Vagy nyugdíjas. Mert abban a pillanatban kizárja a kamara, meg mindenféle rektorzió. Tehát itt van benne, felolvastuk, hogy szólásszabadság. Nem tudom, hanyadik cikkely volt, most vissza kéne keresnem. Azért is kezdtük ezzel, mert mindenben be van írva az alaptörvényben, hogy mennyire van nekünk jogunk. De ez olyan, mint az elsőbbségadás. Ha megadták, akkor volt elsőbbséged. Ha nem, akkor meg lecsuktak. Kész. Hát szóval a szabadság volt, meg van, majd a egyik beszólótól megkérdeztem, hogy hogy mondják a kínai átnevő támarokat, és azt mondta, hogy Guangbo. Úgyhogy megyünk a Guangbo-ba. Igen? Én egy először is egy közérdekű közleményt szeretnék mondani. Tegnap jutott a tudomásomra, hogy a Szegedi Paprika Kutatót is a BID fölvásárolta, és megszüntették, és valószínűleg már sóval is befintették a helyét. Csak hogy ezt úgy tudjuk. A másik pedig, hogy hallottam egy olyan vegyületről, hogy adrenokrom. Az, erről mit lehet tudni? Most így, hogy adrenokrom, az valószínűleg... Krom. Meg kell néznem. Nem tudom. Rá kell nézni a Klaus Schwabra, nem úgy nézett ki, mint egy 20 éves siheder. Tehát tudom, ilyen mindig is van, mindig is volt, és van, aki az ősejtterápiában hisz, én ilyenekben nem hiszek, nem hinném. Az, hogy most vannak őrült emberek és pszichopaták, vannak és lesznek. Nekem ennyi? Már ez sok. Viszontlátásra, köszönöm a figyelmet.